A már hagyományosnak számító első csütörtöki közös eukarisztia ünnepre a Szent Imre templomban gyűltek össze a város plébániáiról érkező hívek, hogy főpásztoruk vezetésével együtt vegyék körül imában az oltári szentséget. Dózsa István plébános köszöntőjében az idő fogságából való szabadulás vágyáról beszélt. Kivel gondoltam, hogy de jó lenne úgy belépni a templomba, amikor jövünk Istennel találkozni, hogy eldobjuk az óráinkat. Hogy nem élünk annak a szorongatásában sem, hogy de jó lenne, ha ez gyorsan elmúlna, mert nem tudom, mi mindent kell még ma csinálnom, de nem élnénk annak a időnek a fogságában sem, hogy de jó lenne itt maradni, mert olyan nehéz dologba kell nekem visszahelyezkednem, amikor véget ér a Szent Mise. Spányi Antal megyéspüspök homíliájában az evangéliumi történet kapcsán arra emlékeztetett, hogy az apostolokhoz hasonlóan nekünk is világos választ kell adnunk arra, hogy valójában ki számunkra Jézus. Most itt az evangéliumban azt kérdezi, kinek tartják az emberek az ember fiát? Mit gondolnak rólam azok az emberek, akik eljönnek, és figyelnek rám, és hallgatnak, és idehozzák a betegeiket, akik kérik, hogy segítse meg a mindennapi életüket, kinek tartanak ők engem? És elmondják, hát van, aki valamelyik prófétának, Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, és ti kinek tartotok engem? Most már nem arról van szó, hogy mit hallottatok, minek mit beszélnek az emberek, hanem te mit mondasz? A te számodra ki vagyok? Neked mit jelentek én? Nem egy érzelmileg fölhangolt pillanatban, hanem az életed mindennapjai számára. Egy súlyos kérdés, amelyre nekünk is válaszolnunk kell, amelyre meg kell találnunk a magunk saját válaszát, és valahogyan ezt a választ ki kell mutatnunk, meg kell mutatnunk. Túl kell lépnünk azon a kényszeren, hogy a mi akaratunkat erőltessük rá Istenre, hogy minden áron teljesítse a kéréseinket. A helyes keresztény hozzáállás inkább az ő akaratának a keresése és teljesítése. A keresztény ember azt keresi. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, szólj, Uram, mert én azt akarom tenni, amit te tőlem kérsz, amit te tőlem vársz. A te akaratodat akarom teljesíteni. És az Isten szól. Szólt a szentekhez, akik kérték, szól hozzánk is, ha csöndben vagyunk és figyelünk rá. És ha megértettük, mi az Isten akarata, fogadni erőt is hozzá. A szentmise utáni szentségimádás elmélkedéseiben a püspök arra kérte az oltári szentségben jelenlévő Jézust, hogy az élet kísértései között is tudjunk Istennek tetsző életet élni, és a vele való lelki közösség örömét, boldogságát is megtapasztalhassuk. Tudjuk, vár ránk a mennyországnak az a boldogsága, amely már majd nem lesz alávetve a mulandóság fájdalmának, amely nem visel magán semmit az ideig valóság keserűségéből és törékenységéből, hanem örökké a veled való kapcsolat bizonyosságát, boldogságát, és így az élet teljességét fogja hordozni. Urunk, erősíts meg bennünket abban a hitben, hogy ehhez az egyházhoz tartozhatunk, amelyen a pokol kapui nem vesznek erőt. Segíts bennünket, hogy a mi életünk is egyre inkább olyan legyen, hogyha nem is a pokol kapui, de az élet kísértéseit le tudjuk győzni, amikor ránk törnek, és tudjunk egyre inkább neked tetsző életet élni. Segíts bennünket, hogy a rád találás, a veled való lelki közösség, a belőled való életnek a boldogságát és örömét is megtapasztalhassuk. A papi hivatásokért mondott közös ima után az első csütörtöki ima alkalom a Tantum Ergóval, a Litániával és a Szentségi áldással zárult.